Ebben a két hétben taktikailag nem sokat tudtunk készülni, mert általában 6 játékos volt az edzéseken. Ketten még mindig influenzások, Pár Márk, Antal és Dani, Halmai Dani, Szőke Bálint és Sebastian Óris is a válogatottnál volt. Az elmúlt 10 napban így 5-6 emberrel edzettünk. Ettől függetlenül nem tartottunk szünetet. Egyéni képzések voltak, dobóedzések és olyan elemeket gyakoroltunk, amik nélkülözhetetlenek a pályán. Ezen a héten már remélem, hogy mindenki itt lesz, és rendesen fel tudunk készülni a Honvéd ellen. A Honvéd egy olyan csapat, amely azzal a céllal jutott fel az élvonalba, hogy aztán bent is maradjon. Hosszú távú terveik vannak az NBA 1 alcsoportjában, így építették már fel a csapatot tavaly is. Együtt tartották a magot, és ezért játszottak olyan jól már a szezon elején is. Attól függetlenül, hogy nincs sok győzelmük, nagyon sok szoros meccset játszottak. Ha ezeket meg tudták volna nyerni, sokkal előrébb állhatnának a táblázaton. Egy nagyon tehetséges csapatról beszélünk, akiket a korosztály a legnagyobb reménysége, Tano Dez vezet. A srácot az Euroliga fele figyeli. Egy kimagaslóan jó pontszerző játékos, ő lehet a magyar kosárlabdázás jövője. Ott van még a palánk alatt a fiatal Peringer, és van két új amerikai játékosuk, Crowley és Sherman. Mindez sokat elmond arról, hogy mennyire komolyak a szándékaik, hogy jó eredményt érjenek el. A mi feladatunk, hogy megállítsuk őket és győzelmet arassunk hazai pályán. Főleg, hogy még mindig van egy kis rossz szájízünk a Honvéd ellen idegenben elvesztett meccs miatt. A fizikalitás és a keménység, ez lesz a két kulcs, különösen a palánktól távoli védekezésben. Meg kell akadályoznunk, hogy ezek a fiatal játékosok könnyű kosarakat tudjanak szerezni a lerohanásokból. Védekező oldalon erre mindenkinek nagyon figyelnie kell majd.